folyamatosan támadják az állami földek eladását az ellenzéki pártok. Legutóbb Mészáros Lőrinc újabb földvásárlása ellen tiltakoztak. Az MSZP szerint Magyarországon újra dinasztiákat akarnak létrehozni. Hozzátették, az állami földek eladása a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb gazembersége. A párt szerint 2 millió hektár nagyon értékes állami földterületről van szó, ez pedig nem kerülhet fideszes érdekkörök kezébe, amelyek kizárólag csak a saját gyarapodásukra használják a földeket. Gráf József a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm. Mindjárt beszélünk a földekről, de azért mondjon valamit, hiszen az elmúlt években nem sokat hallottunk erről. Mivel foglalkozik? Mit csinál? Hát a politikában nem túlzottan. Amatőr szinten sem? Amatőr szinten természetesen, mint érdeklődő állampolgár, mindenre figyelek, és ha kérik a véleményemet, akkor el is mondom. De aktívan sem ilyen funkcióm, sem ilyen típusú tevékenységem nincs. A gazdaságot a fiam viszi, heti egyszer megjelenek, segítek, ha kell többször, Vömis agrárterületen dolgozik, ha igényelnek valami segítséget, akkor velük foglalkozom. De az igazi munka, na, időm az heti egy nap. És nem hiányzik az aktív, hát úgy politika, hogy szakpolitika? Hát megmondom őszintén, a magyarországi politika annyira nem. Itt azért pedig nem arra gondoltam, hogy lenne agrárminiszter Albániában, tehát hogy a magyarországira gondoltam. Én Magyarországon is alapvetően többször jártam, ennél emlékszik rá, hogy mindig a szakmával foglalkoztam. A politikai része a dolgoknak az nem igazán érintett. Én tudom, hogy egy miniszteri állás az politikai állás, és azzal is kell foglalkozni, de ezt mindig megpróbáltam szakmai oldalról közelíteni a kérdéseket, és ma is így vagyok vele. Hát fussunk neki, de a mostani téma, ami ugye már hetek, hónapok óta téma, az állami földeknek a licitje eladása egyáltalán nem mentes a politikától, mint ahogy a bérleti jogviszonyoknak a kialakítása sem volt mentes a politikától. Itt ugye az volt a kormányzati magyarázat, hogy az volt egyik legfontosabb ér, hogy elkútyavetyélni az állami földet soha nem fogják engedni, sőt a piaci árnál még magasabb árat is kérnek érte a liciten, hogy jó árat kapjon a magyar állam érte, és hogy így szeretnék helyzetbe hozni a magyar gazdákat. Ez a, ha többet nem veszünk, ez a két célkitűzés ön szerint az eddigi tapasztalatok alapján megvalósul? Hát én azt gondolom, hogy nem pontosan és nem egészen. Nyilván jutottak hozzá földművelő gazdák is földterületekhez, de ahogy hazaérve külföldről átnéztem az ezzel kapcsolatos sajtó híreket és tévéműsorokat, hát egy szép számmal olyanok is, akik outsiderek ebbe a szakmába, és nem innen jöttek. Most annyit azért engedjen meg, hogy miért ilyen nagy probléma ez a földkérdés, mert sokan kérdezik tőlem. Hát tudomásul kell venni azt, hogy a világban 30 évvel ezelőtt 0,42 század hektár jutott egy emberre. Ma ez 0,22 hektár. Azaz csökken a föld, amin elő kell állítanunk az élelmiszert, és hamarosan ugye 7-9 milliárd embert kell majd ellátni belőle. Tehát az egész világban probléma ez a kérdés. És ez elvisz oda, hogy hatékonyan kell megművelni a földet, minél több értéket kell róla lehozni. És a mostani osztogatás az ez ellen hat gyakorlatilag, mert például szántóföldi művelősnél megvannak azok a professzionális nagyságrendek, amire érdemes gépesíteni, ahol le lehet hozni nagyobb termékeket. Tehát ezt nem lehet 5-10 hektárokra osztogatni. Nem is ez folyik, úgy látom egyébként, hanem komoly vásárlások. A komoly vásárlással az a probléma, hogy bizonyos szempontból a mostani bérlők bele vannak kényszerítve abba, és ez mondjuk politikamentes még mindig szakmailag, hogy megvegyék ezt a földet, amit eddig béreltek, vagy annak egy részét, 4000 hektárt nyilván nem tudnak megvenni a volt állami gazdasági menedzsment vagy a dolgozók, de legalább ezret. Ez az 1,5 milliós árnál azt jelenti, hogy 1,5 milliárd forintot kell neki hitelből felvenni a földre, mert azért sok ember nem fut ennyi pénzzel a zsebébe Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy most 50 ezer forintot fizet egy hektár bérleti díjat. Ha 10 évre veszi fel ezt a hitelt, akkor 150 ezer forintot fog hektáronként, évenként fizetni, törleszteni. Az egy hektáron elérhető haszon az körülbelül 100 ezer forint, amiből eddig 50 ezeret kifizetett
földbérletre, és 50 ezerből még tudott gazdálkodni, fejleszteni, másra fordítani. Most, ha 1 millióért vett, akkor ez 100 ezer, az a semmilyen nem marad, de ha 150 ezer forint, akkor 10 éven belül valamikor tönkre fog menni. Tehát gyakorlatilag szakmailag is elhibázott az állami földeknek ilyen nagyságrendbe való értékesítés. Ez egyébként 350-400 ezer hektár, ami ennyi milliárd forintot is jelent az államnak. Ami azért egy jelentős bevétel, igen. Óriási összeg. Hát ez a nyugdíjpénztári pénz nagyságrendje. Van ezek szerint, amitől még meg kell menteni az országot. Nehogy valaki elkótya vetjéje, vagy nem tudom. Tehát, hogy az államnál, annyi minden az államnál van jó helyen, akkor ezek az állami földek miért nem voltak az államnál jó helyen? Ez egy speciális kelet-európai helyzet, hogy ekkora nagyságrendben van állami föld. Ugyanis itt kétféle agrárvállalkozás volt, szövetkezetek és állami gazdaságok. Állami gazdaságoknál a cég is állami tulajdonban maradt, és a föld is állami tulajdonban maradt. A szövetkezeteknél a földkérdés azért nem probléma, mert magánemberek tulajdonában van a föld, és a mostani cégek onnan bérlik, vagy ők művelik. Az állami földnél pedig tartós bérlet volt. Most azok a gazdaságok alul húzzák ki ezt a földet, mert ahogy említettem, 4000 hektár biztos nem tud megvenni maximum ezeret, ahol a fejelő állomány 80%-a, és a sertés állomány mindegy 60-70%-a van. Föld nélküli állattenyésztő, ez újból magyar találmány lesz, ilyen a világon sehol nincs, mert a trágyát is el kell helyezni, takarmányt is kell termelni. Tehát a magyar állattenyésztés véghelyzetbe fog kerülni. És akkor ez kinek jó? Hát az államnak jó, hogyha jó sok pénz származik belőle. Mi régi társadalmakból is mindig megőrzünk néhány dolgot, nem mindig a jót. Ez szerintem még a feudalizmusból maradt, hogy a jó emberek, akik nem lázadnak a király ellen, azok megkapják azoknak a földjét, akik lázadoznak, vagy nem ugyanazon a véleményen vannak, hát akkoriban lefejezték őket, és hűbéri birtokként megkapták azok, akik támogatták. Most inkább a karaktergyilkosság egy kicsit hasonló megoldás ebből az ügybe, de a földeket ugyanúgy elveszik azoktól, akik nem teljesen szimpatikusak a hatalomnak. Akkor nézzük azt, hogy akkor kik kapják. Először is tőkerősnek kell lennie, ha nem is 1 milliárd forinttal szaladgál a zsebébe a licitre, de hát azért... Hitelképes. Hitelképes azon kívül ott 40 vagy akár 100 millió forint, mégiscsak gazdát tud cserélni egy kalapácsütésre 10 másodperc alatt. Hát itt azok vannak előnyös helyzetben, a kedvezményezettek tulajdonképpen, akik más forrásból, tehát más ágazatból szerzik a vagyonukat. Nem hát, vagy akár már ebből az agráriumból, régebben, vagy ebből, igen, mert hát mondjuk már, a bérleti Most akik nem innen szerzik, az azért különösen kirívó, és ezt szeretném kiemelni, mert ők egy pár hónapos tanfolyammal kiváló mezőgazdászokká váltak. Na most azért a mi szakmánkat nem kell annyira lebecsülni, mert egyetemeken, főiskolákon oktatják ezt a szakmát, és a legveszélyesebb ágazatban dolgozunk, ahol embereknek állítunk elő élelmiszert. És pár hónap alatt senkiből nem lehet agrármérnököt csinálni, vagy aki jól tudja ezeket a feladatokat, a vegyszerektől kezdve sok mindenig műtrágyáig kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyorsított és hát selejtes képzés ilyen értelemben, ez csak arra szolgál, hogy valaki jogosult legyen a földvásárlásra. Olyan igazán nagy szakmai hátteret nem ad neki. Mert akkor még az is tisztességesebb lenne, hogy megveheti az is, aki nem ért hozzá, de alkalmazzon olyan embert ezen a földön, aki ért hozzá. A föld közelébe ne menjen. Egyrésztről persze, amit mond, az szörnyű lenne, ma feltételes módban lehet azt hiszem fogalmazni, hogyha most olyan emberek kezdenének el élelmiszereket előállítani, akik tényleg egy 4 hetes gyors tarpalón egyszer csak aranykalászos gazdákká váltak, és a szakma nagyjaivá. De az eddigi tapasztalatok, és amit itt politikusok mondtak, és szakemberek mondtak, vagy szakpolitikusok mondtak az elmúlt hónapokban, azok arról szólnak, hogy ez ágában nincs a feltételezések szerint itt embereknek aztán gazdálkodni, hanem vagyon, befektetés és a földalapú támogatás. Igen, hát a vagyon része, a bevezetőben egy röviden utaltam rá, hogy a föld a legnagyobb érték a világon, mert ezt újra előállítani és teremteni nem lehet. Ez csak fogy a
következő időszakban, még az aranynál is ilyen értelemben értékesebb. Tehát aki ide tesz, erre a lóra tesz, hogy földbe teszi a pénzét, az mindenképp jól jár, hiszen jelenleg ugye 1,5 millió forint között van átlagosan Magyarországon a föld. Amikor a rendszerváltás volt, és lehetett földet venni, akkor ez 20 000 forint volt. Ma Hollandiában 14 millió forint egy hektár föld, és lehetne a példákat sorolni, mert elfogyott. Inkább vérbe adják a földet, akik nem akarják művelni, éppen ezen okok miatt Nyugat-Európában is. Franciaországban több mint felét a földnek bérlők használják. Uh-huh. Mert a tulajdontól csak akkor szabadul meg a földtől, amikor hát már mindent veszett, és ez az utolsó, amit el tud adni. Tehát ezt tudják azok a befektetők, akik öntödéből kerültek oda, vagy tudom én más területtől is ide fektetik be a pénzüket, és a tanfolyammal jogosultak arra, hogy földet szerezzenek. De ezt akár egy gázszerelő is tudhatja, hogy hát ez hogyne, tehát nem kell öntödéből. Persze, csak mondom, hogy ahol pénz megfelelő tőkével rendelkeznek, ők bármikor ezen a földbizniszbe el tudnak indulni ennek a tanfolyamnak az elvégzésével. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a magyarokban talán még jobban, mint Európa más részén, szinte mindenkiben van a földhöz valamilyen vonzalom. Majdnem mindenki vidékről származik. Ugye a városokba kerültünk nagyon sokan, de alapvetően vidéken, vidéki kötődésűek vagyunk. És ez valami nosztalgiát is hoz. Tehát van olyan, én olyat is ismerek, aki nem ilyen nagyon nagy nagyságrendben, de csupán azért, mert van pénze, és szeretne egy kis földecskéje. Hát most nem jellemzően őrőlük szól a politika, és nem jellemzően őrőlük beszéltünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.